A múlt héten sajnos már foglalkoznunk kellett ezzel a témával, 6500 liter szennyezett olajat vagy olajszármazékot engedett le valaki Sziget-Szentmiklósnál a Kisdunaágba. Kapcsoljuk Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét. Szervusz Gabi, szia! Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, kívánok, szia, köszöntelek titeket, sziasztok! Nézőknek mondom meg, neked is egy pici csúszás van a hangban a kapcsolás miatt. Gabi, te most ott vagy a helyszínen, mit látunk most, mondd el kérlek a nézőknek, hogy mi van mögötted pontosan? Mögöttem még mindig folyik a munka, ugye ez az a munka, amely 24 órában folyik most már gyakorlatilag 9. napja. Most az utolsó területet próbálják meg tisztítani, ez pedig most már úgy történik, hogy itt mögöttem, ami látható, az egy ideiglenesen kiépített kármentesítő út, és ugye erre most már múlt szerda óta a nagy gépek, a nagy munkagépek is be tudnak jönni, elbírja őket, és ezáltal jóval gyorsabbá vált a szennyezett anyag kiszedése. Most az utolsó helyszínről szedik ki egyébként ezekkel a nagy markolókkal a szennyezett anyagot. Most kérdeztem meg a kollégákat, most már 605 000 kg szennyezett anyagnál tartanak, ami egyszerűen bődületes szám. Tehát több mint 500 000 kg szennyezett anyagot szedtek ki, és emellett pedig a kisebb olajszivattyúkkal közel 30 000 liter olajat is eltávolítottak a víznek a felszínéről. Tehát jól értettük akkor, hogy az a 6 tonnányi olaj, az a százszoros súlyt szennyezett meg gyakorlatilag, ugye, hogyha 600 tonnáról beszélünk, ez egy bődületes mennyiség. De hogyha jól értettük, akkor végül is a Dunába, a Kisdunákba nem tudott bejutni, ugye csak ebbe az oldal csatornába, ahova leeresztették az anyagot, sikerült időben lokalizálni. Igen, ez egy nagyon-nagyon szép nádas lápos terület volt. A természetvédelmi érték, ugye Natura 2000-es terület volt itt, és gyakorlatilag kicsit meg is fogta a növényzet maga az olajnak az útját, elállta és lassabban folyt kifele. És ugye nagyon fontos volt az, hogy a vízügy december 12-én szombaton 11 óra 32 perckor kapta meg a lakossági bejelentést erről, és 13 órakor már a legmagasabb fokú védelmi készültség volt érvényben, és a kollégák azonnal megkezdték a merülőhálónak a lehelyezését. Ez összesen 150 méternyi hosszú merülőháló, teljesen körbefogta egyébként ezt az 1830 négyzetméteres területet, és folyamatosan ellenőrzik kint a kollégák csónakokból, hogy bármennyi szennyezés kijut-e, de mondhatom, és egészen biztosan kijelentettem, hogy szerencsére egyáltalán nem jutott ki szennyezés erről a területről, és itt ugye most már van olyan rész is, ahol már magát a szennyezett anyagot kiszedték a kollégák, és úgynevezett olajfelszívó paplanokat helyeztek rá. Egyébként a mögöttem lévő területre is ez vár, hogyha ma befejezik a szennyezett anyagnak az elszállítását, akkor ezen a területen is mindenhova úgynevezett olajfelszívó paplanokat szednek majd le, ami esetleg a mederben megkötött olajat is fel tudja majd még szívni, hogyha az visszaszennyeződne. Gabit, mögötted, amit látunk, csak hogy értsük, vagy el tudjuk képzelni, most egy nagy gödröt látunk, ami tele van olajjal, de ez tulajdonképpen ez egy nádas volt mögötted is, ugye ezt kellett kiszedni, mert mi van, ha nem szeditek ki? Ugye egy olyan réteg van, tehát nem tudott volna soha helyreállni itt az élet? Ez egészen biztosan, hogyha nem szedtük volna ki, akkor soha nem tudott volna helyreállni. Az első pillanattól kezdve itt voltak a Nemzeti Parknak a szakemberei, és velük építettük ki például ezt a mögöttem látható gödröt szegélyező ideiglenes kármentesítő utat is. Mindent velük egyeztetve csináltak a vízügyes kollégák, épp azért, hogy ami itt, tehát tényleg a szavakat nehéz rátalálni, hogy micsoda kárt okozott ez az egész szennyezés itt, de hogy tovább még ne szennyezünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy szinte tojáshéjon közlekedtek a vízügyes kollégák, úgy lépkedtek nagyon óvatosan, és a nagygépek is ugyanezt csinálták. A nagygépek például azok a nagygépek, amelyek ugye olajjal szennyeződnek, érintkezésbe kerülnek, 9 napja nem hagyhatják el ezt a területet, tehát egyszerűen nem mehetnek ki, hogy akár csak egy négyzetcentiméternyi olaj se kerüljön ki. Tehát kicsit olyan volt, mintha a lokalizált területen belül még különféle lokalizációkat hajtottak volna végre itt a vízügyes szakemberek, akik ugye egyébként nem csak a budapesti, az illetékes vízügyi igazgatóság szakemberei voltak, hanem Győrből és Szolnokból is át kellett rendelni még kollégákat, úgyhogy közel 40-en vannak itt most már, hát 9. napja éjjel-nappal. Mit mondanak a környezetvédelmi, tehát a természetvédelmi szakemberek, ha sikerült megtisztítani a területet, újra lehet telepíteni a nádas, vissza lehet állítani közel hasonló helyzetet, vagy néhány év alatt ki lehet alakítani hasonló területet, mint amilyen volt ez korábban?
Igen, hát itt ezen van a hangsúly a néhány éven. Ugye mi most egy elsődleges veszélykár elhárítást végeztünk, tehát a szennyező anyagtól megtisztítottuk a területet, amennyire ez lehetséges. Egészen biztos, hogyha nagy gépek ma vagy holnap levonulnak innen, akkor is itt maradnak a kollégák, és folyamatosan figyelni fogják 24 órában a területet, hogyha esetleg a mederben megkötött olajszennyeződés esetleg visszaszivárogna, és ez beavatkozást igényelne, akkor tudjunk azonnal reagálni. De a kérdésedre válaszolva, igen, tehát ami most következik, majd az lesz a kármentesítés, az lesz a természetvédelem, nyilvánvalóan rengeteg szakembernek a közreműködésével és ötletelésével kell majd eldönteniük az ehhez értőknek, hogy mi vár erre a területre, hogyan lehetne ezt úgy rehabilitálni, hogy újra az élet itt hát visszajöjjön. Egyébként nagyon-nagyon megható volt, és ezt még hagyd mondjam el, hogy bocsánat, csak annyi, hogy kis teknősöket mentettek egyébként a kollégáim a héten. Én az elsőnél itt is voltam, és tényleg a szívem szorult össze, amikor a kis olajos teknős békát kivették innen, és utána még szerencsére kettőt megmentettek, úgyhogy őket el is vitték a Nemzeti Park emberei, megtisztogatták, és most már jó helyen vannak. Az állatkertben, hogyha jól tudom, legalább valami jó hírt is mondtunk a végére. Annyit mondj még, Gabi, hogyha tudod, vagy nem tudom, mondták ott neked a szakértők, hogy mégis hány év az a néhány év, amiről az előbb beszéltünk. Azért itt egy óriási szennyezésről van szó, egészen elképesztő, ami itt történt. 10, 20, 50. Mit képzeljünk? Hány évet? Igen, körülbelül ebben a sorrendben. Tehát a több évtized hangzott el a legtöbbször a szakemberektől, amit én hallottam. Több évtized. Köszönjük neked, Gabi. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszönöm szépen.